repülőgép balesetet, akkor egy kicsit ugye nézzük ezt meg más szemmel is. Kiderült a fekete doboz szerint, hogy az egyik pilóta hát szellemileg nem volt teljesen 100%-os. És az is kiderült, hogy már korábban járt mindenféle pszichiátria és egyéb kezelésekre, de könyörgöm, ennek mind van egy oka. Mégpedig mi az oka? Az az oka, ami miatt most annyi beteg is van. Miért van sok beteg, és főleg annyi depressziós, főleg annyi öngyilkos, és hadd ne soroljam. B vitamin hiány. Tehát ha nincsből, nem tud vanná lenni a szervezetbe valami. Na most az idegeknek, az agynak a vitaminja, a B1, B2, B3, meg sorolhatnám a B-vitaminokat. Na már most hogy várjuk el, hogy az agy úgy működjön, hogyha hiányállapotban van, mint hogyha úgy működne, amikor nincs hiányállapotban. Természetes, hogy nem fog úgy működni. És ennek kapcsán ugye sokan azt mondják, hogy hát egyre több a cukorbeteg, egyre több a különböző anyagcsere problémákkal küzdő, de miért van ez? Hát azért van, mert régen a táplálékokban megvoltak azok a tápanyagok, például a B-vitamin a gabonafélékbe, amikor még természetes körülmények között betartva a vetésforgót, betartva a talajpihentetést, betartva a nem műtrágyázás, hanem természetes rágyával való trágyázás, tehát azok az élelmiszerek megfelelő vitamintartalommal rendelkeztek ahhoz, hogy az akkori környezeti ártalmakat, hogy mondjam, elviselje a szervezet. Igen, ám, de azóta a környezeti ártalmak meg ezerszeresedtek, majd mindjárt föl is fogom rajzolni. És kérem szépen, a B-vitamin az agynak a vitamin hiányát, a B1 különösen, meg a B2, és ha az agy nem működik jól, akkor nem fog jól működni az a rendszer, amit az agy irányít. Tehát magyarul egyéb betegségek is következhetnek abból, hogyha az agy nem kapja meg a működéshez szükséges anyagokat. De itt vannak még az agyműködés zavarai, tehát agyműködés zavaró tényezők, a wifik, a mobiltelefonok, a mikrohullámú sütők és az egyéb elektromágneses rezgések. Ezek mind-mind befolyásoló tényezők, mert ha például azt mondja valaki, hogy hát bennünk nincsenek elektromos folyamatok, akkor az hazudik. Mert a kínai akupunktúra már évezredekkel ezelőtt tudta, hogy az emberi testen energiapályák vannak. És ezek bizonyos szerveket mennek, és a gerincből lépnek ki, és az agyon keresztül mennek. Ugyanúgy megvannak a fején külön, de még a fülnek is külön energiatérképe van. Tehát ezt most a mostani itteni orvostudomány, a civilizált orvostudomány most kezdi valahogy egy picit elfogadni és befogadni. De most is egy kicsit, hogy mondjam, megnehezítik azoknak a tevékenységét, akik a keleti orvoslást művelik szélese hazánkban. Tudom nagyon jól, mert 10 évig dolgoztam két koreai orvossal és egy kínai orvossal, és ők elmondták, a kínai az itt maradt, a koreaiak hazamentek. És az az igazság, hogy nagyon fontos az, hogy az elektromosságot úgy kezeljük, ahogy azt kell. Mert ugye, hogyha megnézzük azt, hogy szerkesz az ember egy televíziót. A televízióban van képfrekvencia és hangfrekvencia. Érdekes, hogy hogy a két frekvencia, mert nem ugyanazon a frekvencián megy a képfrekvencia, mint a hangfrekvencia, érdekes, azt levédik egy ilyen kutyaházszerű szerkezettel. És hogy ne zavarja be a képfrekvencia a hangfrekvenciát, mert akkor mindegyik élvezhetetlen lenne a képfrekvencia is, meg a hangfrekvencia is. De itt most jelen esetben nálunk mi véd le bennünket az ellen, hogy a ránk ható különböző elektromágneses rezgések ne zavarják be a mi testünk elektromágneses rezgéseit. És a következő, hát itt tulajdonképpen az a helyzet, hogy lehet védekezni. De ez a védekezés is úgy el van, hogy mondjam, nehezítve a látlag emberek részére, hogy például csak egy példát mondok, egy mobiltelefon ugye 1800 MHz-en dolgozik, senki nem tudja itt akár a terembe, akár kint az utcán megkérdezik, hogy te most a te mobilodnak, a 70-esnek, a 20-asnak, a 30-asnak milyen télereje van.
miért nem tudja megmondani, vagy miért nem tudja megmondani, hogy ott a MTV1 vagy a 100 TV csatorna közül kiválasztok akár kettőt is, hármat is, az melyik frekvencián sugároz, amivel itt foghatnánk a jelet, vagy éppen a ilyen meg olyan rádió, milyen amplitúdó modulált, frekvencia modulált frekvencián sugároz, hogy itt milyen a télereje. Hát persze, hogy nem tudjuk, mert nincs rá érzékszervünk. Ez nem volt régen, ezen nem, genetikai nem alakult ki az ilyen érzékszervünk, hogy ezeket érzékeljük. És kérem szépen, mi történik? De itt vannak. Mérni lehet, mert nem hinni kell, hanem mérni, és műszerre lehet mérni. Például felmutatom, jelen pillanatban 151 mikroszevert per óra sugárzása van a nukleáris háttérsugárzásnak. Ez az alfa, béta, gamma sugárzás. Ez egy Geiger-Müller számláló digitális. Most 203 jelen pillanatban. 0,50-nek szabadna lenni. Tehát itt, ahol állok most, a megengedett négyszerese. Érthető? Tehát az az igazság, hogy ehhez genetikailag nem vagyunk hozzászokva. És ez ellen egy módon lehet védekezni. Ha szedjük az alga tablettákat, vagy szedjünk alga leveleket, és abból főzünk leves, azt teszünk a rizsre, salátára, hadd ne sodolja, mint a japánok. És minden pillanatban változik. Na most, ezeket megint nem vagyunk hozzászokva, és az a helyzet, hogy a japánokat nagyon, nagyon tisztelem, mert például ők az egyik olyan népcsoport, amelyiknek nagyon hosszú életkort megélt egyedei vannak. Jó magam is, mikor Ausztráliában voltam a veterán olimpián Melbourne-ben, hát pont szabad napon volt, és hát mondom, bemegyek már tenisztadionba, megnézem, hogy milyen egy veterán tenisz olimpián, vagy egy veterán olimpián egy teniszmérkőzés. Hát éppen egy 102 éves tajvani, egy 105 éves japánnal teniszezett a döntőbe. Milyen érdekes, hogy megélik a 100 éves kort, és még sportolnak is, és nem is akárhogyan. Hát minek köszönhető ez? Az ő ősi tudásuknak. Mert nagyon ősi tudások jönnek ám keletről hozzánk, csak ugye sokan eleresztik a fülük mellett, és a másik az, hogy egész más az emberek egymáshoz való viszonya, és az információ átadás is. Például Japán nekem azért tetszik, mert ledobták Hiroshima-ra és a Nagasaki-ra az atombombát. Miért olyan magas most a nukleáris sugárszín? Bocsánat, azóta mióta ott ledobták, előtte is volt már kísérleti atomrobbantás. Ez a kettő volt még idáig, amit elismertek élesbe atomrobbantásnak, de volt több mint 2000 atomrobbantás. Na most annak a sugárzása szép terül a véterbe a földgolyó körül, de volt már Nagasaki, mindenféle, nem Nagasaki, bocsánat, hanem Csernobil, Fukushima és egyéb atomerőművi balesetek. Na már most ezek mind megnövelték a Földnek a nukleáris háttérszintjét, és például Csernobil 87-ben történt, ha jól emlékszem, de azóta se épült újra. Viszont Hiroshima, Nagasaki 5-10 éve belül újraépült, ott ahol ledobták az atombombát. És az amerikaiak nem tudták eltalálni, hogy mi lehet az oka, hogy a japánok ilyen immunisak a nukleáris sugárzásra, és hát nem tudták meg kideríteni, mert ugye a japánok nagyon haragudtak, mert ugye atombomba támadás után nálunk május 9-én szűnt meg a II. Világháború 45-ben, ott augusztusban, amikor ledobták Hiroshimát meg Nagasakit, akkor adták meg magukat a japánok. Igen ám, de egy hosszú ideig nem volt béke az USA-val, és csak akkor, amikor a Okinaván katonai támaszpontja lett az USA-nak, akkor jöttek rá az amerikaiak, hogy hoppá, hát a japánok azért bírják úgy a nagy dózisú nukleáris sugárzást, mert ők nem, mint Magyarországban én mondom, hogy egy olyan 1500-2000-2500 milligram algát kéne mindenkinek fogyasztani a csecsemőtől az aggasztjánig. Miért? Mert nincs jód a talajban. És ezekben a nukleáris sugárzásokban benn van a radioaktív jód 131-es izotóp sugárzása is. És ha pajzsmirigyünk jód hiányos, mi fog beépülni oda? A radioaktív jód. Tehát nem szabad, hogy hagyjuk, hogy a pajzsmirigyünk jód hiányos legyen, hogy oda a radioaktív jód épüljön be, mert még nagyon fontos mirigy a szervezetünkben, pajzsmirigy, és hogyha az a radioaktivitás miatt nem úgy működik, ahogy kellene, akkor az egész szervezetünkre hatással van. Tehát nagyon fontos ezért megelőzni.
Na most a japánok lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy tudattalanul, de ők a tengerből étkeznek, és ugye ők nem 2000 millió magát fogyasztanak, mint amit javasolok én itt Magyarországon mindenkinek, mert jót hiányosak a talajok, és a szervetlen jót nem jó nekünk, a szerves jót csak a mi szervezetünk számára megfelelő, mert abból mindig annyit vesz fel a szervezet, amennyi éppen hiányzik. Na már most, a japánok nem 2000 mg-ot fogyasztanak naponta, hanem algalevest esznek, algás tésztát esznek, algás rizst esznek, algafőzeléket esznek, algasalátát esznek, hadd ne soroljam végig az algás ételeknek a elkészítési dolgait. Tehát magyarul akár 10 000-50 000 mg alga is beüt a szervezetükbe, és ennek van egy másik nagy előnye, ha az algában van chlorella alga, a chlorella alga egyedüli algafajta, meg a növények közül se sok más ilyen növény van, ami a nehézfémeket kiviszi a szervezetünkből, holott amúgy is sok nehézfém van bennünk. Az ólomcsövek miatt a vízből, az ólom tetraetil volt az oktánszám növelője, 2003-ig a benzinnek, tehát ezáltal minden talajon szét van terítve az ólom szennyezés, és ezen a talajon ma is termelnek növényeket, táplálék növényeket állatok számára, akik állatokat fogyasztanak, még jobban feldúsul a szervezetükbe. Hadd ne súlyom, ez egy végeláthatatlan folyamat, és ennek az az oka sajnos, hogy a jótiány miatt nagyon sokan megbetegszenek. De Japánban meg nem betegszenek meg tőle. És akkor nézzük a másik dolgot. Kérem szépen, én csak ezt az egyszerű elektroszmog készüléket hoztam, hát itt a zöld led nem gyullad ki, de ahogy nem emelem fölfelé, már látszik, hogy ég a piros, tehát minden egyes elektromos vezeték mellett körülbelül egy olyan 2 méteres átmérőbe mennek végig azok az elektromágneses hatások, amik hát hatással vannak a mi elektromágneses folyamatainkra is. Na most, ha valakinek az ágya mellett ott van 2 méteren belül vezeték, ami áram alatt van, sajnos nem fog tudni jól pihenni és regenerálódni a szervezete éjszakra. Tehát magyarul, ha ő azt mondja, hogy lekapcsolom ezt, akkor ha bernancsőbe megy az áramvezető, akkor jó, mert az egy árnyékolást ad neki. De ha nem bernancsőbe megy, akkor viszont antennaként viselkedik, és az antenna hatás, majd mindjárt leírom, hogy az micsoda, vagy lerajzolom, de akkor beszéljünk arról, hogy az egész hogy indult ki. És ezzel még a világon senki más nem foglalkozott, csak én, ezért nem is tudtak megcáfolni, mikor ebből csináltam a doktori védésemet. Ez a 0, ez a 100, és ez az 1900. És itt van a másik 0 és a 100, és ez a 2000. Adatokkal tudom igazolni, itt volt 1950, hogy körülbelül olyan 90 körül volt az immunrendszere az embereknek 1900-ban, olyan erősségű volt, mert természetes élelmiszereket fogyasztottak, nem hatottak rájuk károsugárzások, viszont 2000-ben itt a 25 körül volt az emberek, vagy most már még kisebb egyébként. Na már most, ez nem így jött le lineárisan, hanem 1950-ig, ezt szaggatott vonalra jelölöm, még nagyjából ugyanazon a szinten volt, egy picit lement a 40-es évekbe, és aztán 1950-től durván jött lefelé. De vajon miért volt ez a durván lefelé jövetel? Hát kérem szépen azért, mert 1950 és 60 között, abban a 10 évben, legalábbis a világon sok helyen áttértek, de Magyarországon meg Közép-Európában pláne, áttértek a nagyüzemi termelésre, és nem tartották be vetésforgót. Korábban egyik éven ezt termeltek, másik éven azt termeltek. Most zömmel az egész talaj, ami Magyarországon van, zömmel napraforgót, kukoricát, búzát, esetleg cukorrépát, meg még egy-két más növény termelek, egy 5-6 féle növényt, és korábban meg termeltek 60-70 félét. Tehát megtartották a vetésforgót, és 7 évenként pihentették a talajt, tehát az se történt meg. Ugyanakkor természetes rágyával látták el a talajt, most meg műtrágyákkal, amivel csak pár anyagot tudnak pótolni a talajba vissza, és ezáltal a táplálékaink olyan szegények lettek belső tápanyagokba, hogy a Gödöllői Agráregyetem hivatalos mérései igazolják, hogy 1950 és 60 között 70%-ban abban a 10 évben, ugye pedig 1960 már elég régen volt, 55 éve, ha jól számolom,
55 évvel ezelőtt már 70%-os beltartalmi érték csökkenése volt a táplálékban. Na már most hiába mondja azt, hogy most valaki, hogy uborkát eszek, vagy tönkölybúzát eszem, vagy ilyen eszem olyan, nincs meg a tápértéke. A másik pedig az, ezt nem szaggatott vonalon fogom jelölni, 1900-ig milyen környezeti hatásot? Tehát kérem szépen, Budapesten is 1870-ben indult be a villamosítás, és az a villamosítás vidéken nulla volt, de városokban már mondjuk elérte azt a 10-15-ös értéket, viszont 2000-ben meg 90 fölött van, ez pedig így jött. És mi történt? Hát kérem szépen, mondják nekem, hogy hát miért nem ehet a ez vagy az búzakenyeret, meg miért nem ehet ez vagy azt vagy amat, mert nem jó a vércsoportjának. Na már most, hogy nagyanyánk, nagyapánk, elődeink büntetlenül ehettek, kihagytak mindent. Volt immuntartalékuk ahhoz, hogy az a össze-vissza zabálással, meg a rossz táplálékok fogyasztásával fel tudták dolgozni a szervezetükbe azokat az anyagokat, amit ők kivaként elköltek. Volt immuntartalékuk. Aztán kérem szépen, az elektroszmog mellett Magyarországon 1925-ben indult be a rádiózás amplitúdó modulált frekvencián, ami körülbelül 1970-ben indult be a frekvencia modulált frekvenciákon, és egyre több rádióadás van. De akkor nézzük a másik, hogy az atom, amiről beszéltem, ugye 43-ban, 44-ben dobták meg 45-ben, de ma már több mint 2000, az is megnövelte ezt a vonalat. Akkor ne beszélj valahogy, hogy a radar sugárzás, ugye a radar hullámokat úgy ezek a második világháborútól kezdték alkalmazni. Én magam is lokátor főkezelő voltam annak idején, mikor katona voltam. Tehát nem csak a katonai, hanem a polgári repülés is, és különösen most a polgári repülés egy hatalmas fejlődésen megy át. Nem tudni meddig, még lesz üzemanyag. És kérem szépen, óriási hatással van ránk a radar hullámok is. Meg a rádió hullámok, a televízió hullámok, hát Magyarországon 57-ben indult be a televíziózás. Már hány tévécsatorna van, és milyen hullámhoz szokott? De itt van, benn van a teremben is, nem érezzük, nincs rá érzékszervünk. Ha megfelelő műszerrel mérnénk, meg lehet mérni a télereit, hogy megfelelő. De itt van. A másik. Kérem szépen, a 57-ben lőtték fel az első Sputnikot. Ma több mint 1000 szatellit van fönn a Föld körül és kereink, és frekvencia modulált, amplitúdó modulált, digitális, meg ki tudja milyen sugárzásokkal küldik a jeleket, tévécsatornáknak, meteorológia műholdak, katonai műholdak, hadd ne soljon már végig ezeket. Tehát akkor most már kezdjük ugye érteni, hogy miért ment ez ilyen gyorsan fölfelé. És az a keresztezés 1980 plusz-minusz 1-2 év volt. És kérem szépen, mi a baj? Az a baj, hogy akik 80 után születtek, már olyan 10 éves, 20 éves korban olyan betegségek jönnek elő nekik, mint nagyanyáinknak esetleg, akik 50 előtt születettek most, vagy nagyanyáinknak előjöttek 70 éves korban. De mi a cél, hogy ez ne történjen meg, hogy ne legyünk egyre rosszabb helyzetben? Hát védekedni kell a környezeti ártalmak ellen. Vannak megfelelő eljárások, hogyan védekezzünk a civilizáció ellen. Mindjárt beszélek erről is. A másik, a táplálékokkal biztosítjuk a szervezetünk számára azt, hogy ne menjen lejjebb ez a vonal. De nem tudjuk a táplálékokkal bevinni, muszáj szedni táplálék kiegészítőket, mert ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a szervezetünk mindig immuntartalékkal rendelkezzen az ilyen jellegű hatásokkal szemben. Mert sajnos ez a baj, hogy nem rendelkezünk immuntartalékkal. És ha megérti valaki, ha nem, viccesen szoktam mondani, jó, akkor egyél úgy, ahogy akarsz, de ha temető mellett nézel, akkor mennyibe próbafekvésre. Tehát itt az a lényege, hogy hát ez a saga borsa az egésznek, amit így röviden szerettem volna elmondani, mert most már csak hivatkozni fogok rá, de még az antennát azt fölrajzolom. Ugye? Ha van bármilyen fém, ami a családon belül van, vagy a lakóházon belül van, legyen az függőleges szerkezetű, vagy vízszintes szerkezetű, teljesen mindegy, mit fog csinálni, ha nincs leföld ellen? Összegyűjti a tranzienseket. A tranziensek pedig azok a sugárzások, amiről itt beszéltem, amplitúdó modulált, frekvencia modulált, digitális, mert most azért durva nagyon, mert a digitális sugárzás is bejött már a 2000-es év után.
És kérem szépen, ezeknek van pozitív és negatív erőterei vannak, és attól függ ez az elektromos tér, ez a tranziens tér mindig attól függ, hogy mekkora az a vas szerkezet. Például ez is egy fém szerkezet, hát ennek is van körülbelül egy olyan másfél-két méteres, ha most volna olyan műszerem, be tudnám mutatni, hogy a fémszékeknek, de például ezt a radiátort megmerem fogni, mert ez földelt. Tehát van egy olyan honlap, Földesi Józsi barátom csinálja, a www.földelnyijó.hu, hogy tulajdonképpen alhatunk mi vaságyon, vagy alhatunk mi olyan rugós ágyon, ahol különböző fémrugók vannak, de akkor minden egyes fémrugót össze kell kötni, meg minden egyes fémet össze kell kötni, és egy vezeték kell elvinni valahova, és akkor leföldelni. Ez jelenti földelés. És akkor a megfelelő földeléssel ellátjuk, megszűnik a tranziens tér. Érthető? Tehát nincsenek hatása. Míg viszont, hogyha a régen a vezetéket is úgy vitték, hogy bement egy csőbe, egy Bergman csőbe ment a vezeték. A Bergman cső fémcső volt. Tehát nem lehet mérni, épp a múltkor voltunk Fehérváron, mutattam is, hogy nem lehet mérni a Bergman cső mellett elektroszmogot. Mert árnyékolt. És mit csinálnak a kép és a hangfrekvenciákkal most is a híradás technikában? Szintén, hogy ne legyen bezavarja más frekvenciák által, azt is árnyékolt kábelba viszik. Tehát a technika vigyáz arra, hogy ne ártson a technikának, viszont az emberre nem vigyáznak, hogy nekünk ne ártson. És csak úgy egy-két példát mondok, most is két 40-41 éves színész meg tévében mondó halt meg, akkor emlékszünk a régi tévében mondókra, Varga Józsitól kezdve a Tamás Érten meg egyebek, milyen fiatalon meghaltak azok is. Mert akkor még nagyon durva volt, és még ott sem védekeztek annyira, de most is titkolják, hogy hát ezek ilyen ártalmakat adnának elektromosság tekintetében. Ugyanakkor nyugatról van olyan információ, hogy bizonyos magánkórházakban, ott már a kórházi ágyaknál egyrészt le vannak földelve vaságyak, másrészt az elektromosság le van árnyékolva, tehát a betegekre nem hatnak. Most hogy gyógyuljon meg egy átlag kórházban Magyarországon például az, aki mindenféle elektromos vezetékekkel, kütyükkel körbe van rakva, még esetleg a testén is van, és akkor hogy várjuk azt, hogy olyan gyógyulási folyamatok legyenek rajta, mintha lenne egy természetes környezetben mondjuk. Nem várható el tőle. Tehát vannak rá lehetőségek, hogy különböző harmonizálókkal meg lehet ezt az egészet harmonizálni, tehát olyan értelemben, hogy ellen rezgést gerjeszteni, és az ellen rezgés kioltja azt a rezgést, ami hat ránk, de az alap feladatot nem szünteti meg. De könyörgöm, ezt miért nem terjed el szélesebb körben? A mobiltelefonoknál is csak a vezető tisztségviselőknek, politikusoknak és a titkosszolgálatoknak van ilyen telefonjaik. A többi nincs. Azon be van építve, az átlag ember meg vagy megveszi, ha rá tudatába jut, hogy van ilyen valami védelem, vagy nem veszi meg. Na már most nagyon sokan vagyunk a Földön, az államnak a legjobb nyugdíjas a halott nyugdíjas, vagy még jobb, hogyha valaki meg sem érje nyugdíjkorra. Tehát erre megy ki a játék, és kérem szépen, fogyasztói társadalom, fogyassz és fordulj fel. Előtte legyél beteg, és ha beteg leszel, szeded a gyógyszereket és tömj a zsebét a gyógyszerivel. Mert ugye például megint csak Koreára kell, keletre kell hivatkoznom, Korea nem tagja annak a világ gyógyszerkartellnak, amiben az összes többi ország benne van, de ő azért nem lépett be, mert nem hajlandó olyan gyógyszereket gyártani, ami mellékhatásokkal bír bizonyos betegségeknél. Ők mellékhatásmentes gyógyszereket forgalmaznak, a világ nem kíváncsi rájuk, és természetesen minden gyógynövényekből állítanak elő, természetes anyagokból, nem bizonyos kémiai szerekből. És megfelelő módon kezelik ott a betegeket, tehát ott az az igazság, hogy a kórházakban ma igazából nem lehet meggyógyulni. Itt volt ez a neves humorista is, meg előtte is volt. Olyan ágyban volt, vaságy volt, és mindenféle, ott volt a lábánál a LCD képernyő, meg hadd ne soljon, bocsánat. Hát hogy várhatjuk így el, hogy dolgozzon az immunrendszere, és tudjon immuntartalékot képezni a szervezete azért, hogy helyrehozza azokat a folyamatokat, amihez viszont kellenének a vitaminok is. És pontosan ugye a háttérhatalom, mert csak én így hívom, az azt teszi, hogy próbálja azt mondani, hogy
Hát ami nagyon jó az emberi egészségnek, immunrendszernek, amit nem kellene gyógyszerek, az kiáltsuk ki veszélyesnek. Például ilyen a cannabis, a kendel. Hát kérem szépen, szerencsére lehet kapni Magyarországon kendermagot, kendermagolajat, kendermagőrleményt, kenderrospor, kenderfehéreport, de ez nem volt kenderből, van, nem is baj. Az gyógyászati célra használják, de most már kezdik használni azt is. Viszont akár tápláléknövény is lehetne, olyan szempontból a levelét nagyon finom salátának. Én a kendermagőrleményt szinte minden nap eszem, meg kendermagolajat is, mert nagyon értékes tápanyagokkal bír, és a másik a kendermag, illetve kendermagolaj tartalmaz azokat az alfa-linolénsavakat, amelyekből a delta-deszaturált 5 enzim a hasnyálmirigyünkbe átalakítja omega-1-jé, omega-2-jé, omega-3-má, omega-4-jé, omega-5-jé, stb. Tehát pontosan olyan arányban, hogy a szervezetünk számára kell. Na már most itt a másik, ez a probléma Magyarországon a depressziót tekintve és a egyéb ilyen öngyilkossági statisztikákat nézve, az, hogy omega-3 hiányosan táplálkozunk, ami ugye alfa-linolénsavból állítódik elő, és delta-deszaturáz 5 enzim segítségével átalakul eikodapentainsavvá, dokozaexainsavvá. Na már most ilyen közvetlen eikodapentainsavat és dokozaexainsavat nem igen tudnak a magyarok fogyasztani. Mert igazából a tengeri halakban van, az édesvízi halakban csak a busában van benne. Na most busát szerencsére a Dunában nem lehet találni, viszont a Balatonban még, aminek viszonylag tiszta a vize, lehet találni. Mert igazából hiába eszik valaki halat, ha az nem tiszta vízben élt eddig, abban az összes méreganyag benn van a szervezetében. Tehát ezért halkonzervekben azok a jók, amik nyílt tengeren halásszák le halakat, és azonnal feldolgozzák a hajón, és ezek a halkonzervek esetleg fogyaszthatók, vagy az így nyert halolajak, halolaj kapszulák fogyaszthatók az emberek számára mindenféle kockázat nélkül. De muszáj bevinni, mert az idegrendszernek egy másik anyaga, a B-vitamin mellett az eikodapentainsav és a dokozaexainsav. Tehát ezek nélkül, meg ebbe bevittünk egy kis E-vitamint is, tehát ezek nélkül nem működik úgy az idegrendszerünk, ahogy kellene, és pontosan emiatt vannak a betegségek, mert az idegrendszerünk, az agyunk irányít minden folyamatot a szervezetbe, és ha megnézzük akármelyik országot, ha rossz az irányítás, akkor rosszul működik az ország is. Most nem akarok tükörben nézni, de azt hiszem, hogy itt is tudnánk rá példát találni, nem is egyet, nem is kettőt. Na most, a másik probléma az ezekkel a folyamatokkal, hogy a környezeti ártalmak közül is például nagyon érdekes módon annak idején Edison feltalált ugye a villanykörtét, de voltak ellenlábasai is Edisonnak, és inkább megvette azokat a találmányokat, mert ő jól látta anyagilag, és levitte a víz alá. Mint ahogy most is megvették például azokat a találmányokat, most a gépjárművel akarok utalni, ami már nagyon régóta például a vízzel hajtott autó lehetne. És a víznek a kipufogó gáza nem lenne más, mint víz, vagy a hidrogénnel hajtott autó. És lehetne tenni az ellen, hogy nem volna ennyire szennyezett az ország, meg a környezet. Hát Párizsban most is olyan szennyezés van, hogy egyik nap a páros rendszámolótok, másik nap a páratlanok mennek, meg ingyenes a tömegközlekedés. Bármikor bekövetkezhet itt Budapesten is. Tehát az az igazság, hogy egyre szennyezettebb a világ, és egyre kevésbé tudjuk, nincs méreg feldolgozó tartalék a szervezetünknek az ilyen hatások mellett, meg még nem is szedjük azokat a táplálék kiegészítőket, amit kellene. Mert például a parlagfű. Ősejtelmelés fokozó hatása van. Lajos atyától tudom, meg a régi indián dolgokra hivatkozott, mikor ezt korábban ugye megbeszéltük vele. És kérem szépen, ki van kiáltva a fő ellenségnek? Ugyanakkor a teva gyógyszergyár Debrecenben több 10 hektáron parlagfűvet termel és gyógyszert csinál belőle. Szerencsére már az egyik barátom segítségével van forgalmazva a parlagfű tabletta, olajtabletta, meg van parlagfű tabletta, amit meg lehet vásárolni 100%-os parlagfűből, és milyen érdekes, én sem tudtam, hogy ilyen gyógyhatásai vannak a parlagfűnek, csak voltak, járnak haza a világ minden részéről Magyarországra a szülőkhöz, és egy új-zélandi házas pár
jött Magyarországra, és megkerestek, és külön köszönték, hogy rávezettem őket a parlagfűre, a parlagfű evésre. Engem nem tudnak megbüntetni, parlagfűt, hogy nem írtam a parlagfűt, mert én úgy írtam, hogy megeszem. Tehát napi szinten fogyasztom, most is le van szárítva, és rászórom minden étkezésemre, poralakba a parlagfűet, meg a teáimba is mindig beleteszem a parlagfűnek a füvét, szárított füvét természetesen. És kérem szépen, azon lepődtem meg, hogy ők elkezdték inni a teát, meg úgy fogyasztani, ahogy mondtam, és olyan 12-15-ös cukorértékről lement a cukruk normál értékre, és azóta nem kell cukorgyógyszert szedni, meg inzulint figyelni, meg egyebeket. Tehát magyarul meggyógyultak a cukorbetegségből. Mostani orvostudomány mit tesz a cukorbetegséget? Gyógyíthatatlan betegségnek talán kiáltja ki, és azt mondják, hogy hát akkor sajnos életünk végéig muszáj szedni a gyógyszereket, és ha a gyógyszereknek van mellékhatása, majd a mellékhatása egy újabb gyógyszert lehet felírni, és a többi, és a többi, és a vége az lesz, hogy a lábat le kell vágni, megvakul az illető, tehát sok minden olyan lesz, mert hát nem éri meg azt a kort, ami egyébként, hogy akkor a nyugdíj folyosító jól jár vele. Na már most persze, hogy nem jó az államnak az, hogyha valaki nem lesz cukorbeteg, de miért lesz cukorbeteg? Hát most gondoljuk megint az 50-es évekre visszamenve. Én még gyerekkoromban nem szégyellem, szedtem kézzel a markot, amikor kaszáltak előttem apámék a TSZ-ben, mert be kellett lépni a termelő szövetkezetbe. De aztán rájöttek, hogy hát ez a kézi megmunkálás nem tud annyi gabonát termelni az egyre növekvő népességnek, hogy ellássát, akkor kitalálták, hogy hát nemesítették, azt lehet, hogy génmanipulálták, csak akkor nemesítésnek hívták, de a mostani búza, ami búza, nem jó a lakosság 90%-ának. És erre a búzára glutén érzékenyek az emberek, és kérem szépen, azóta egyre több a beteg, egyre több a cukorbeteg, és körülbelül már a lakosság 30-40%-a, ennek a 90%-nak egyébként az AVV csoport tudja még úgy, ahogy feldolgozni ezt a búzát, és minden búzával készül a keksz, a nápolyi, a kiflik, a zsemlék, a cukrás ütemények, és hadd ne soroljam. Tehát magyarul egy reform áruval foglalkozó cégnek nagy jövőle lehetne, de szerintem lenyomnák a víz alá, ellen bizonyítékokkal, kreálnának olyan bizonyítékokat, hogy az nem hatásos, mert tulajdonképpen ez a cél, hogy azokat, akiket kicsit ki akarják emelni ebből a fertőből, tulajdonképpen az embereket, ebből a civilizált világból, hogy vissza lehet térni a természethez, azok nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nem kívánatos személyek, és az az igazság, hogy aki ezt mondja, őket sem kíméli a természet. Tehát ők is, ha megszegik a természet törvényét, ők is megbűnhődnek érte. És hát én azt szoktam mondani, hogy hát soha nem az hal meg, aki koros, hanem az, aki soros. Mert van, aki 5 évesen, 2 évesen, 20 évesen soros, de aki egészségesen és betartja a szabályokat, és képez immuntartalékot, ma már sajnos táplálék kiegészítők szedésével, akkor most is megérhetjük azokat a bibliai korokat, amiket annak idején az ősi vallási iratokban leírtak, és nincs semmi akadálya annak, hogy az ember ne tudjon harmóniába élni a természettel ezen civilizációs körülmények között, ahogy ma élünk. De visszatérve a búzára. Ugye hát a gépi betakarítása nem volt jó az a búza, ami ha kicsit fújt a szél, megdőlt, csak kézi aratással lehet betakarni. Kinevesítették hát a rövidszárú, erőszárú búzát, ami akármilyen szél jött, megmaradt egyenes száron, és neki mehettek gépe. Igen ám, de ez olyan szerkezeti változást idézett elő a búza szemekbe, hogy ez már az emberre sajnos immunterhelést rót. És ezt az immunterhelés egyébként is nőtt rá az immunterhe, teher, föl tudta dolgozni? Hát attól függ, milyen a genetika. Mert az egyik ember nagyobb tűrőképességgel rendelkezik, a másik ember kevésbé nagy tűrőképességgel rendelkezik. És csak itt van most egy durva példa, hogy kérem szépen, ez is egy, és az átlag ember meg hisz a tévébe, a rádióknak, és hiába, hogy mondjam, mindig a barátomra szoktam hivatkozni, a Laci bácsi, ott van a könyve, ez a könyv tartalmaz az, hogy a ébredjetek titanik táncosai, hogy mikor a titanikot kikiáltották a legbiztosabb hajónak, hogy elsüllyedhetetlen, ugye rengetegen utaztak vele,
és amikor ottan önfeledten szórakoztak, táncoltak, és elkezdett süllyedni a hajó, akkor kérem szépen, mit csináltak? Hát azt mondták, ez hülyeség, ez lehetetlen, nem hitték el, és csak azok menekültek meg, akik hittek, hogy tényleg most baj van. És ugyanígy van most is, akik nem hiszik el azt, hogy most a rádiókon, tévéken keresztül, sajtón keresztül hülyítés van, butítás van, akkor azok sajnos ugyanúgy járnak, mint a Titanicba, akik táncoltak és nem hitték el, hogy baj van. Viszont akik elhiszik, hogy baj van és változtatni kell és a természet rendje szerint kell élni, azoknál nincs probléma, ők túl fogják élni ezt a bajt. Mert baj van, az nagy baj van, és kérem szépen ez a lehetőség mindenkinek adott, mert csak egy érdekes példát mondok. Mire gyorsították ezt meg? Hát meggyorsították egyrészt azzal, hogy ugye nagy az áramlás most Afrikából Európába. Csak ugye az afrikaiak miért lettek sötétbőrűek, meg az indiaiak? Hát azért lettek sötétbőrűek, mert nagyon erős a napsugárzás, és a bőrük úgy védekezik, föl tudja venni belőle a D3 vitamin, de vannak a napsugárzásnak káros ibolyántúli sugarai is. Viszont a bőr tökéletesen harmóniában védekezik ezzel ellen, tehát lebarnulunk, ha kimegyünk a napra, és sokat ott vagyunk, és védekezünk. Na már most, ezek az afrikaiak eljöttek egész Svédországig, különösen Svédországban jönnek sokan, és dolgozik Svédországban több magyar orvos barátom, és ők mondják, hogy öcsém, azt mondja, nem hiszed el, hogy mennyi csontrákos, meg csontbeteg van, mert a D vitamin, a D3 vitamin hiányzik. Nem kapják meg, mert őnekik természettől eredően olyan barna bőrük van, hogy nem engedi át a napsugárnak azokat a fény struktúráik, amitől adott esetben D vitamin képződik a szervezetébe. És erre kitalálták, hogy hát akkor itt a civilizált részen is meg lehet ezt csinálni, hát szoláriumozzunk. Na most kérem szépen, aki szoláriumozik és úgy barnítja a bőrét, különösen téli időszakban, amikor amúgy is gyenge a napsütés, és a sorák száma nagyon alacsony, és kérem szépen ebben az időben még kevésbé tud fölvenni esetlegesen vitaminokat, különösen a D-vitamin nagyon fontos, és ugye azért van egy olyan bázis, akik már ezt régóta mondjuk, hogy a vitaminokkal kell immunrendszert erősíteni. Kérem szépen, most kezdje elismerni, mert tudományosan lehet igazolni, mert most már egyre több tudományos szervezet megy ellene ennek a folyamatnak, hogy kérem szépen, hát a D-vitaminra nagyon nagy szükség van, különösen a csonterősítésben, de igaz az igaz, hogy már a D-vitaminnak a tízszeres dózis sem káros, mint amikor régen, amit mondtak D-vitaminból. Tehát magyarul ez is egy ugyanolyan hűtés, mint a C-vitaminból, hogy ha valami ne kapjon valaki skorbutot, akkor elég a 60 mg-ot fogyaszt naponta. Ugyanakkor elektroszmogban élünk, itt az előbb mérten, ugyanúgy, ahogy a nukleáris sugárszínnek egy algával, alga szedésével meg tudjuk növelni a szervezetünk tűrőképességét az ilyen sugárzásokkal szemben, az elektroszmoggal is meg tudjuk növelni a szervezetünk ilyen tűrőképességét, ha C-vitamint fogyasztunk nagy dózisban. Na már most én is fogyasztok egy olyan 20-25-30 ezer milligramot naponta, azt nem úgy kell elképzelni, hogy bekapok 30 darab C-1000-est, abból legfeljebb csak egy 4-et szedek. Hanem van nálam mindig egy olyan folyadék, ami nyilván olyan üvegben van, vagy polietilénben, ami gyógyszeres, tehát nincs belőle kioldódás, de ebbe reggel 25 ezer milligram C-vitamin volt. Desztillált víz van benne, fekete hibiszkeszöp és citromlé. Na már most, folyamatosan kortyolgatva fogyasztom a nap során, pontosan, mert ha villamoson utazom, ha metron utazom, ha villanyvonaton utazom, ha trollin utazom, mindenütt ott vannak az elektromotorok. Én például ezből nem megyek kerekek fölé, meg nem ülök le vonaton sem kerekek fölött, mert ott vannak az elektromotorok, gyorsításkor, fékezéskor olyan hatalmas elektromágneses tér van, hogy amikor vittem a műszeremet, mert van ilyen műszerem is, hát komolyan digitális műszer és lenullázta, tehát nem mért, tehát az, hogy mérhetetlen az értéke, mert ilyen méréstartományra nem is gondoltak, hogy ennél műszerné magasabb méréstartományt is kell kialakítani. Tehát ez véletlen, hogy milyen. Na most, ha az ember nem tudja, mert nincs rá érzékszerre, és műszer, nem hordhatok 8 éle műszert így egy tableten magam előtt, hogy most akkor miből mennyi van, hogy hol mi ellen védekezzek, meg az sem lehet, hogy egy részhálós csukját hordok magammal, és egy láncot húzok magam után, hogy mindig leföldelem magamat.
mert tulajdonképpen így tudnék védekezni az ilyen jellegű elektroszmog ellen. És genetikailag erre nem vagyunk fölkészülve, mert az ember genetikailag nem olyan gyorsan változik a környezeti ártalmakkal szemben, mint például egy változik egy vírus vagy egy baktérium például az ellene alkalmazott gyógyszerekkel szemben, vagy oltásokkal szemben, vagy bármivel szemben. Hát csak egy nagyon egyszerű példát tudok mondani, a tüdő gümölkor bacillusát korábban ezüstkolloiddal írtották ki, és az ezüstkolloid mindenre jó, én gyártom magam is, fogyasztom rendszerességgel. Aztán rájöttek, hogy hát az ezüst egy természetes anyag, hát a természetes anyagot nem lehet úgy újítási, meg találmányi díjat fölvenni rá. Hát akkor valahogy találjunk jó anyagokat, amit elneveztünk antibiotikumnak, ami elpusztítja ezeket a kórokozókat. Jelen esetben a TBC kórokozóját, a tüdőgumikor baktériumát. Hát kérem szépen, elpusztították. Csak rájöttek a baktériumok, hogy hoppá, elpusztítanak bennünket, és a baktériumok ellen védelmi rendszerre azt mondta, hogy hát akkor valahogy védekezek ezzel, és az 5., 6., 10. generáció, ami ugye lezajlott 2 nap alatt, nem úgy, mint az embernél 10 generációhoz kell, mit tudom, 100 év vagy 500 év, az már táplálékként fogyasztotta az ük nagyapját elpusztító dózist. Tehát magyarul az ember aztán újabb-újabb antibiotikumokat talált ki ellenük, és 2003-2005 között fordult elő az, hogy már annyira rezisztensé váltak mindenféle antibiotikumokkal, hogy azóta ismét kezd tömegbetegség lenni a tüdőgyümölkor, a TBC. Mert nem tudnak már ellene, és ha az ezüstkolloidot most sem merik annak kiáltani, hogy ez jó lenne, mert ez egy természetes anyag, egy ezüstöt nem lehet, hogy mondjam, találmány hivatalba bejegyezni, hogy föltaláltam az ezüstöt, mert az öröktől fogva létezik, ami a föld, ugye föld. Na már most, ugye milyen érdekes, hogy az ember genetikailag nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni ezekhez a különböző bennünket érő folyamatokhoz, mert ha csak belegondolok, hogy az én generációm 68 évem alatt hány ilyen hatás ér engem? Ugye? Hát aztán még csak nekem vannak a gyerekeim, meg vannak az unokáim, még csak még dédunokám nincs, tehát még csak 3 generáció, mert apám meg anyám meghalt. Tehát 3 generáció belül sem tudunk úgy alkalmazkodni ezekhez a környezeti hatásokhoz, és most nem akarom bántani az egyik vallása, meg az egyik gyógyítási irányzatot sem, de az a baj a magyar természetgyógyászattal is, meg a keleti gyógyításokkal is, meg az afrikai, meg az egyéb összes népi gyógyászattal, és ezért engem támadnak, de támadhassanak, én tudom mérésekkel bizonyítani és igazolni, hogy régen tényleg hatásos volt mondjuk a Mária Treven teája egy adott betegségre, mert akkor nem hatottak rá ezek a hatások. De most már olyan hatások vannak, és ráadásul mi a másik probléma? Hát kérem szépen, például a Mária Treven, vagy a keleti gyógyítás, a kínai, vagy a tibeti, vagy akármely, kidolgozott egy módszert. Tökéletesen működött. Akkori körülmények között, és ma is működhet, de például, csak visszatérek megint a Mária Treven teáira, Mária Treven idejében a teákat viszonylag tiszta vízzel készítették. És az a tiszta víz kioldotta a hatóanyagokat megfelelő mértékben, hiszen minél tisztább egy víz, minél tisztább, annál több hatóanyagot tud kioldani. Mert egy annál telítetlenebb oldat, és minél telítetlenebb egy oldat, annál több telítettséget tud szerezni abból az anyagból, amit párosítunk bele, jelen esetben a teát. Vagy ha esetben csinálunk egy borsóleves vagy zöldségleves, sokkal finomabb lesz a zöldségleves egy esővízzel, és az esővíz az egy természetes víz, tehát vissza kell térni az esővízfogyasztáshoz. Belgium felen áll esővizet gyűjt és azt fogyaszt, de ugyanúgy Ausztráliában is nagyon sokan. Én nem tudom, én is gyűjtöm az esővizet, de azt nem fogyasztom, mert azt locsolásra használom, de tudok esővizet állítani csak vízből is, azzal, hogy átpárolom a vizet úgy, mint a természetpárolját, desztillálom. És a desztillált vizet fogyasztom, azzal készítem az összes ételemet, az összes italomat. Erre megint mit mond a orvostudomány? Hát kérem szépen azt mondja, hogy desztillált víz mérgező. Hát én csak a zsidóknak hiszek, ők 4000 év óta azt hiszem. Azzal készítik italaikat, ételeiket. És egészségesek, és itt a mai körmények között is elének 90 évig, és ráadásul még tiszta sót is fogyasztanak, és nem is keveset a rabbi pecsétes kósersóból, ami tiszta nátriumklorid, holott itt meg azt mondják ránk, hogy ne sózzunk, mert a sózás magas vérnyomást okoz. Érdekes, amikor én nem sóztam,
magas volt a vérnyomásom, és még hallgattam szegény Ferencsik Pista bácsira, aki szegény ebbe bele is halt, hogy szedjük a panangin, és a panangin most is reklámozzák, magnézium és kálium. És amúgy is minden tele van káliummal, mert a talajnál ugye nem természetes trágyát alkalmaznak, és túl sok káliumot tesznek a káliumos műtrágyával a talajba, és csak pár anyagot pótolnak vissza, és túl magas lett a növények káliumtartalma. Ezáltal. Tehát még azok is, akik korábban nem voltak magas káliumtartalmúak, és akkor ráadásul aki állati termékeket fogyaszt, én 27 éve vagyok vegetáriánus, aki állati termékeket fogyaszt, abban még jobban feldúsul, mert az állatok szerzetében, húsában, tejében még jobban feldúsul a kálium. Tehát még több kálium terhelést juttat a szerzetébe, és a vese ellen próbál védekezni az ellen, a vese ez ellen, de úgy tud védekezni, hogy veszít a káliumból, és ha már annyira sok kálium van a szervezetben, hogy a vese állandóan veszíti a káliumot, akkor kialakul egy káliumvesztő betegség a vesébe, az addizomkor. És akkor már muszáj adagolni a káliumot. És kérem szépen, bemegyek bármelyik bioboltba Magyarországon, vannak olyan cégek, akik nem gyógyszerként, mert gyógyszertába szabadnak csak, hanem táplálék kiegészítőként forgalmazzák a káliumot. Hogy szedjék az emberek, amikor amúgy is nálam megjelennek vérképileg az emberek, nézem a vérképüket, 100 emberből 97-nek van hiperkaréniája, magas kálium szint és hiponátréniája. Pont azért, mert nem jó sokkal sódnak. És hát az az igazság, hogy ha rábeszélik arra, hogy káliumos sót kell fogyasztani, meg csökkentett nátriumtartalmú sót kell fogyasztani, nagyon jó, mert lakosságérítés van. Ugye, amikor egy állatorvos ránéz egy állatra, azt mondja, ez egy teve, ez egy ló, ez egy elefánt, ez egy macska, egy kutya, körülbelül megsarcolja, mert tudja, tanult az állatorvos egyetemen, hogy mekkora kálium dózist kell benyomni neki a szervezetébe, hogy el tudják altatni. Hogy ne szenvedjen, hanem perceken belül kimúlik szenvedés nélkül. Ugyanezt csinálják Amerikában, mert ugye korábban volt az akasztás, meg a főbelövés, aztán jött a villamos szék, de hát ott is szenved az illető, mert sokkal egyszerűbb eltenni, akiket halálra ítéltek, kálium inekcióval elaltatják a halálra ítélteket. És a Papp Lajos barátom mesélte nekem, hogy őnek is mondták, mikor a szívtranszplantációs műtéteket kezdték el végezni, hogy hát káliummal kell megállítani a szívet. De olyan dózis is mondtak neki 4 gram káliumot, hogy megállított szívet nem tudták újraindítani. 10-ből 8-at vagy 9-et, maximum 1-et. És akkor ő saját maga rájött arra, hogy le kell vinni 2 mg-ra, és akkor meg lehet állítani a szívet, és vissza is lehet indítani. És miért halnak meg az emberek? Hát azért halnak meg, mert a kálium meg a nátrium valóban egy az egy arányban van a szervezetben. Ezt el is ismerem én is. De akkor mutathatok ki egy az egy arányba, ha valaki meghal és elhamvasztják. Egyébként a legjobb zsírégető krematórium. Tehát a fogyókúrásoknak mondanám. És viszont ha élünk, ha élő sejtről van szó, akkor a kálium be van zárva a sejt belsejébe, és csak 2% a kiürülési rátája. A nátrium meg sejten kívül van mindenütt, annak meg 65% a kiürülési rátája. És a sejt hátján a kálium-nátrium milyen egyensúly van? És milyen érdekes, hogy az orvostudomány nem mer csalni, mert ha valaki rosszul van úton, útfélen, bekerül a mentőbe, az az első, bekötik az infúziót. Mi van az infúzióban? Desztillátvíz. Nem gondolkodik az orvos meg a gyógyszerész, hogy a desztillátvíz mérgező, hogy akkor a desztillátvizet nem szájon keresztül adjuk, hanem közvetlen vénásan, és hogyha vénásan adunk be valamit, az sokkal gyorsabban hat, mint a szájon keresztül adunk be. Így van? Tehát érdekes, hogy ott a desztillátvíz nem mérgető, ott bemerik adni. Ugyanakkor ott meg bemerik adni a sót is, és csak a tiszta sót merik beadni. Nem a káliumozott sókat, azt, amit mit tudom, Parajról, Himalájáról, meg akárhonnan hozna károsítanak, mert egyik se tiszta só. És kérem szépen, ugye milyen érdekes, hogy ott nem mernek csalni. És akkor mondják nekem azt, hogy hát én hülyeségeket beszélek, jó van, nem kell rám hallgatni, úgyis sokan vagyunk a Földön, de mondom, ha temető mellett mész el, akkor mennyibe próbafekvésre. Itt is látom az Attila utcában van egy temetkezési vállalkozó, majd ide küldöm az embereket, hogyha valakinek ilyen dolgai vannak. Tehát az az igazság, hogy nem hinni kell, hanem mérni. És a mérések tökéletesen igazolják azokat a tényeket, amiket mérésekkel meg lehet állapítani. És a szervezetünk ugyanúgy működik, mint 1000 évvel ezelőtt, 1 millió évvel ezelőtt. Viszont
a gondolkodásunkat megzavarják a újságok szándékosan, a tévé, rádióadások szándékosan, mert ugye a civilizált ember akkor jó, hogyha butítva van, és nem gondolkodik. És mindenféle gagyi műsorokkal lekötik a figyelmét, hogy ne jöjjön rá azokra a dolgokra, hogy hogy vezetik meg őket. Mert megvezetés van rendesen. És nagyon érdekes, a Körtös Anyi barátomok írtül a sorainkban, hogy 72 évesen vagy 73 évesen kezdte el elvégezni az orvos egyetemet, és elvégezte az 5 évet, és én most azért rugdosom őt, hogy írja meg a tapasztalatokat, hogy milyen most az orvosképzés ebben az időszakban, 2011 és 2000, vagy 2010 és 2015 között, mert nagyon nagy népszerűsége volna annak a könyvnek. Sanyikám, kérlek, hogy írd meg, mert hidd el, hogy nagyon nagy szolgálatot teszel vele az embertársainak, a társadalomnak, és egyrészt a gyógyításnak is, meg a gyógyítási folyamatoknak is. Nem állnak velem szóba. Nem kell, hogy szóba álljanak veled, le kell írni, azt el fogják olvasni, mint ahogy ezt a könyvet is mindenki olyan hülyeségnek tartja, de veszik. A Laci bácsi barátom mondja, hogy veszik tőle, elmegy az utcán, csak így a kezébe tartva, és megveszik tőle a könyvet. Na már most, akkor elnézést, én is le fogom írni ezeket, de azért csinálunk a előadásaimról is videókat és egyebeket, hogy nagyon sokan vannak az oldalainkon, meg nagyon sokan, és van jó azért ebben, hogy a tömegkommunikáció útjai hát szélesednek, de ezáltal, hogy úgy mondjam, tudnak nagyon hamis irányzatokat is képviselni, és tudják a tömegeket úgy befolyásolni, hogy bennünket tüntetnek fel olyanoknak, akik nem mondunk igazat. De hát én mérésekkel tudom igazolni, leletekkel tudom bizonyítani az állításaimat, hogy nekem meggyógyulnak a Bechterew kórosok, a Lyme kórosok, a cukorbetegek, a rákosok, de csak akkor, ha megcsináljuk azt, amit kérek. Én nem tudok helyettük gyógyulni, de nekik kell megváltoztatni a megbetegítő életmódot, a megbetegítő gondolkodást, a megbetegítő táplálkozást, és a megbetegítő környezeti ártalmak ellen is védekezni kell. Én nem tudok helyettük védekezni. Ő nekik maguknak kell, és mindenki a saját maga megteszi ezt, akkor tulajdonképpen mindent megtett azért, hogy egészséges maradjon, még a mostani civilizált viszonyok mellett is túl kell, hogy túl tudja élni, és ugye, ha valaki városban él, városban lakik, akkor ha véletlenül bekövetkezne egy tömegkatasztrófa, mert az időjárási katasztrófák bármelyik pillanatban most is valami, mit tudom, üstökös húz el a földtől nem nagy távolságra, ami csillagászatilag nem minősül nagy távolságnak, valami 4,5 millió kilométer. De bármi lehet, meg ki tudja, hogy hány ilyen katasztrófa volt a földön. Hát a különböző leletek igazolják, hogy már 500 ezer évvel ezelőtt is élt ember, és például csak az egyiptomi piramisokra, meg a boszniai piramisok, ami az egyiptomi piramisoktól még régebbiek, 30-40 ezer éves egyiptomi piramisoktól nagyobb piramisok vannak Boszniában már földdel betakarva, és kérem szépen szerencsére nem mi állapítottuk meg magyarok, hanem a franciák, hogy hát milyen érdekes, 40 ezer éves székely magyar rovásírás van. És ugyanennyi ilyen van Egyiptomban a piramisoknál is. Tehát valahogy ősnyelv volt a magyar az egész földön, mert most is Peruban, Ekvádorban találnak még olyan embereket, akik meg araboknál is magyaraboknak hívják őket, és hadd ne soroljam. Tehát az az igazság, hogy a magyar nyelv szerintem egy természetes nyelv, mint most az eszperantót csináltak belőle, mert annyira tökéletes a kifejezési formája, hogy minden, hogy ezt valahogy úgy alakították ki, hogy tehát legjobban érthetőbben lehet megfogalmazni, és a híres írók és költők ismerik el, hogy sokkal nagyobbakat tudtak volna alkotni, hogyha ők tudtak volna magyarul. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna röviden a mondani valóm. Tudnék róla reggelig beszélni, meg bizonyítékokat hozni és egyebeket. A vízzel kapcsolatban, a sóval kapcsolatban. A tiszta sót például csak háromféle tiszta sót lehet venni, mert Magyarországon patikában mire nehéz hozzájutni, csak a csókosok. Rabbi pecsétes kóserszót csak a rabbikon keresztül, illetve a kóserboltokon keresztül lehet, meg van szerencsére a www.tisztasó.hu honlapú beszerezhető só, ami itt is van, meg lehet vásárolni, aki nem tudja, hogy melyik az a só, és kérem szépen, lehetőség megvan rá. Megvan arra is, hogy vércsoport szerint táplálkozunk. Erről megint egy másik előadást kéne tartanom, mert
A vércsoportszerinti táplálkozás egyik hazai élharcosa vagyok, és a jó két hete az RTL klubban megpróbáltak lejáratni egy dietetikussal, de az az igazság, hogy a végén már a dietetikus is már az adás után elmondta nekem, hogy hát ők ezt nem így tanulták, ahogy én elmondtam, mert szándékosan ferdítik el azokat a tudásokat, mint ahogy a gyógyszerész is elhiszi, mikor tanítják meg az orvos, hogy a só az érméreg, a desztillált víz megint méreg, és a tej életerő egészség. Holott a tejben olyan DNS információk vannak, hogy a kis bocikból nagyban hát kell csinálni, mert a természetben is az a törvény, hogy megszülje egy emlős a picinyét, az addig szoptatja, míg el nem ér a születési súly háromszorosát. Na már most ebben olyan DNS információk vannak, hogy abban az időszakban nagyon gyorsan kell fejlődni testemeknek, egyebeknek. És kérem szépen, minden emberben, minden másodpercben 200 000 sejt keletkezik, újul meg, de már újszülöttnél 5% a rákos sejt, és ahogy idősödünk, egyre több a rákos sejt. Na most, ha valaki az embernél nagyobb tömegű állat tejét fogyassza, akkor azoknak az erősebb DNS-ei ezt a rákos sejtet is növelik. Kína a legjobb példa rá, Kínában nem ismerik, nem eszik a tejet, azok a kínaiak, akik kimentek Európába, két csoportra osztatók, egyik csoport fogyassza a tejet, tejterméket, a másik nem, ugyanúgy hagyományos ősi módon táplálkozik. Érdekes módon mind a két csoport ugyanazokat a gabonafélékeket eszi, ugyanazokat a hüvelyeseket, zöldségeket, gyümölcsöket, még a húsokat is. Mi az, ami eltér a kettőnél, hogy ez fogyaszt tejterméket, ez meg nem fogyaszt. Akik tejterméket fogyasztanak, ráadásul azok tejterméket, ezerszeréssel ugrott a rákos előfordulások száma. Kisbociból nagyban át kell csinálni DNS információ, bezavarja az emberi DNS információkat. Bármilyen sietetlen. És olyan csalások vannak itt ma Magyarországon is, kaukázusi kefirként, hogy Kaukázusban az abház öregek 120 évesen is szaladjának leföl a hegyoldalba, meg táncolnak, kérem szépen, csak egyet felejtenek el, hogy azok kecske kefirt esznek. A kecske meg kisebb tömegű állat az embertől, tehát az ő DNS-ei nem zavarják be ezeknek. Ugyanakkor itt a kaukázusi kefir tehén tejből csinálják. Hoppá. Tehát az az igazság, hogy gondolkodni kell is, ha használjuk a tudást, és ezért nagyon fontos a tudás, mert megmondom őszintén, ezért is sokkal támadnak engem, mert én mindig azt mondom, hogy első a tudás, és ahol a tudás véget ér, ott kezdődik a hit. És ahol a hit véget ér, ott kezdődik a szkeptikusság. A szkeptikusok hitetlenek és tudatlanak. Azért szkeptikusok. Lehet valaki szkeptikusként professzor egy tudományban, de az csak így látja a világot ilyen cső alakban. És nem látja a fától az erdőt, viszont a beleszól olyanba, amihez halvány illag köd sincs az agyában, csak megszólal, mint professzor, kérem szépen, tévé előtt ülök tátott szájjal, mit mond a Laci bácsi, meg mit mond a Költős Anyi, meg mit mond a fér, meg mit mond a másik, meg a harmadik, akkor ezeknek hisz, mert professzor. Hát jó, ha higgyen meg. Hát ez is a cél, hogy megfelelíteni. Én magam tudom, és ez nem titkos, tőlem is elvettek olyan anyagot, mikor rendőr voltam, hogy az illetőt le kellett volna csukni, de az illető nagyon magas tudományos pozícióban volt, kérem szépen. És onnantól kezdve azt mondták neki, hogy nézze, professzorkám, megúszza a börtönt, maradhat az állásába, de onnan, innentől kezdve maga azt mondja, amit maga elé teszünk. És mondja, mondta, mert meg akarta úszni a börtönt, meg egyébként. Kérem szépen. És ilyenek vezetik félre a világot, de nem ő vezeti félre, mert őt kényszerítették, hanem az, aki őt vezeti félre. Tehát ilyen módszerek vannak, csak azért hívom erre fel a figyelmet, hogy nagyon észre kell, nem kell sokat megtanulni a természet törvényeit, és azokat kell alkalmazni, hogy működik a biológia, hogy működik a fizika, hogy működik a kémia, ezeket megtanuljuk, és az iskolákban a tanítási színvonala is pontosan ezért van egy kicsit visszaesve, hogy az emberek ne gondolkodjanak, és már egész gyerekkorban tömik a fejüket mindenféle hülyeségekkel, és ráadásul olyan gyerek történetekkel, meg egyébként, ahol durvaság van, drasztikus üldözések, lövöldözések, gyilkosságok és egyebek. Tehát ahelyett, hogy a természet törvényeit tanulnák meg, mint velünk gyerekkorban megtanították a szüleink, ma meg az emberek többsége behúzódik városba, városban nem tud a természet törvények szerint élni, arra meg nincs ideje, hogy naponta kimenjen a várostól távoli erdőkbe, ezért csak egy mód van, aki természetrendje szerint akar élni, költözön ki a városból, hiszen most már közlekedési eszközökkel viszonylag gyorsan be lehet jönni, és a városon kívül én, ha olyan világ jön,
tudom, hogy melyik makkot tudom megörölni lisztnek, melyikből tudok kenyeret sütni. Most is eszem a turboját, a gyermekláncüvet, a tyúkhurt, napi szinten fogyasztom, és csodálatos, hogy mondjam, a szervezet számára is, mint klorofil, mint vitamin, mint nyersétel. De mellette muszáj nekem is szedni a táplálékkiegészítőket, mert immuntartalékot akarok képezni. Mert így is kell az immuntartalék, mert a sugárzások ugyanúgy itt vannak, ott is. Főleg, hogy hegyoldalba lakom, ott még töményebben jön az adalsugárzás. Akikkel együtt voltam katona, és ők is lokátor főkezelők voltak, ma már egyik sem él. Olyan 38 és 45 éves korban meghaltak. Én akkor lettem beteg, ha én akkor nem változhatok, és nem kezdek a természet törvényei szerint élni, és nem leszek vegetáriánus, akkor már én is rég meghaltam volna. Tehát egyet tudok mondani, hogy a természet törvények, örök törvények, azokat kell betartani, megtanulni és alkalmazni. Csak az a baj, hogy sok embernek annyira elrontották a gyomrát mindenféle édességekkel és egyebekkel, mert nem igaz, hogy a cukor fehér halál. Mert korábban azért nem volt a cukortól annyi cukorbeteg, mert nem volt B-vitamin a táplálékunkban. De most már nincs B-vitamin, és hogy a B-vitamin hiányosan fogyasztjuk a cukrot, és ráadásul túlsúlyban, persze, hogy cukorbetegek leszünk. Ezért leszünk cukorbetegek. Tehát meg lehet előzni, meg is lehet gyógyítani. Csak hát, bocsánat, az orvosokat arra képezték, hogy hogyan lehet kezelni egy problémát, ezért szakosodtak fülészetre, szemészetre, belgyógyászatra, sebészetre, nőgyógyásznak, stb., hogy csak egy részét, egy szeletét gyógyítsák az embereknek, és nem globál nézik az egészet, mert ha globál nézik, akkor észreveszik, hogy hoppá, itt ez a probléma. Mert azzal nem tudja meggyógyítani, hogy ott sejteket cserél ki, vagy szerveket cserél ki, vagy egyebek. Mert ha nem változtatja meg valaki a megbetegítő életmódját, akkor ugyanúgy a beültetett szerv is megbetegszik, meg hát ugyanúgy rosszul fognak működni a szervezetében a folyamatok, és nem beszélve a gyógyszerekről, meg a védőoltásokról, mert régen lehet, hogy még jó volt a védőoltás, amikor még biotyúktojásból termelték ki az ellenanyagot, de most már minden oltásnak felhasználják a tyúktojást, de kérem szépen, egy jó, ha benne jó minden vércsoportnak a tyúktojás, de másik az, hogy hát mai tyúktojások olyan anyagokat tartalmaznak, amilyen anyagokat kapnak a csirkék táplálásra. És az összes csirke és pulyka leukémiás, pont azért, mert olyan előterekben vannak, hogy ott van az elektromos vezeték az etetőautomatához, az itatóautomatához, a világításhoz, és 42 nap alatt el kell érni vágósúlyt, adják nekik a tömegnövelőket, hozamfokozókat, és még a sötétség fény változtatása 30 nap alatt érik el a 42 napot azáltal, hogy a rövidítik a nappalok hosszát, és stb. És még egy dolog, ami az immunrendszert nagyban erősíti, és ez megint azon a listában, amit a parlagfű, hogy nem is lehet nagyon hozzájutni Magyarországon, vannak csatornák, hozzá lehet jutni, a melatonin. A melatoninról azért kell, hogy beszéljek, mert az a másik csodaszer, ami az egészségünket szolgálja természetben. Amikor lemegy a nap látóhatár alá, onnantól kezdve, ugye addig kortizol szint magas volt bennünk, ez egy tranquilláns, egy hormonszerű anyag, elkezdődik termelődni melatonin, mert ugye pihenésre van szükségünk, le kell, hogy pihenjünk, és a melatonin a megújulást és a regenerációt szabályozza a szervezetbe. Tyúkokkal nincs is semmi baj, mert lefekszel, elmennek az orrba, elnyugszanak, meg az állatok többsége is, kivéve baglyot meg az ilyenek, hogy fordítottan működik náluk a folyamat. De legtöbb ember nem fekszik le, most mikor ment le nap, olyan 6 óra fél hétkor. Tehát már most eltelt a napnyugta után vagyunk több mint egy órával, már aki mondjuk 8 óra után fekszik le, már egy 3 milligramos melatonint a nyelv alatt, mikor lefekült el kéne szopogatni. Én ha 11 óra után fekszem, akkor már 2-t szopogatok el. Nyáron nyilván 11 órakor egyet csak, mert akkor már 8 órakor megy le a nap, de télen meg már 11 órakor 3-ot is beveszek, mert akkor meg már 4 órakor lement a nap. Tehát nagyon fontos, hogy az a kortizol szint, ami minél több melatonint pusztít el bennünk, tehát semlegesíti, akkor hiába alszik valaki 10 órákat, nem tud úgy regenerálódni. Lehet, hogy kipihente magát, de a regenerációs folyamat nem zajlik úgy a szervezetébe, mint ha fogyasztaná melatonint. És azokon csodálkozom csak, akik viszonylag nem nagyon változtattak életmódjukon, de melatonint szednek, és olyan erősek, hogy nem igaz. Tehát a melatonin az egyik csodaszer,
az, ami, hát én is több mint 10 éve fogyasztom napi szinten, és ennek köszönhető, hogy sport eredményei nem roblottak le az elmúlt 10 évben, pedig 10 évvel idősebb lettem. Tehát az az igazság, hogy sok olyan csoda van még, amivel lehet ott a tiszta víz, a tiszta só, a vércsoportszinti vegetáriánus táplálkozás, a megfelelő táplálék kiegészítők szedése, a megfelelő környezeti hatások elleni védekezés és a természetben élés. Ez mind-mind hozzáférhető bárki számára, aki igényes rá, csak ezt az igényt próbálják lenyomni, elsötétíteni, hogy ne legyen rá igény az embereknek. Én ezzel fejezném be, esetleg még van rá lehetőség, akkor kérem, hogy kérdezzenek.